44 igen, 294 nem, nulla tartózkodás, nem ment át a javaslat. Az ajánlás 9. pontjában Gur Nándor és mások a második paragrafus második bekezdésében a közfoglalkoztatási jogviszony meghatározott ideje aluli kivételt terjesztenek elő a hátrányos helyzetűnek minősített térségekre vonatkozóan. A javaslat összefügg a 10-es ponttal, így ezekről most együtt döntünk. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Negyvenhét igen, 245 nem, 44 tartózkodás, nem ment át a javaslat. Az ajánlás 11. és azzal összefüggő 32., 37., 42. és 47. pontokban Vágó Gábor és Kaufer Virág a törvényjavaslat egyes rendelkezésének módosításával a minimálbér alatti foglalkoztatás szabályainak elhagyását javasolják. A javaslatsor elfogadása kizárja az ajánlás 12. pontját. A bizottságok nem támogatják, és önök, kérem szavazzanak. 45 igen, 247 nem, 43 tartózkodás, nem ment át a javaslat. Most az ajánlás 12. pontjában Gur Nándor és mások javaslatáról döntünk, a bizottságok nem támogatták, és önök? 45 igen, 249 nem, 42 tartózkodás, nem ment át. Az ajánlás 13. pontjában Vágó Gábor és Kaufer Virág a második paragrafus 4. bekezdését azzal egészíti ki, hogy a garantált bér munkaerő kölcsönzés esetében nem lehet kevesebb az azonos munkakörben dolgozókénál. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak most. 39 igen, 297 nem, nulla tartózkodás, nem ment át a javaslat. Az ajánlás 16. pontjában Barát Zsolt a 3. paragrafus első bekezdés A pontjában az elhelyezési, tisztálkodási és étkezési lehetőség biztosításának kötelezettségét új feltételekkel egészíti ki. Bizottságok nem támogatják, és önök, kérem szavazzanak. 55 igen, 278 nem, nulla tartózkodás, nem ment át. Az ajánlás 18. pontjában Berta Szilvia a 3. paragrafus első bekezdését azzal egészíti ki, hogy elszállásolás esetén a közmunka végzés ne lehessen napi 8 óránál kevesebb. Bizottságok nem támogatják, és önök? 56 igen, 276 nem, nulla tartózkodás, nem ment át. Az ajánlás 23. pontjában Gur Nándor és mások a 8. paragrafus második bekezdésben a foglalkoztatási törvény 27. paragrafus második bekezdésének módosításával az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítására vonatkozó szabályt változtatják meg. Bizottságok nem támogatták, önök szavaznak most. 90 igen, 244 nem, nulla tartózkodással, nem ment át. Az ajánlás 27. pontjában Vágó Gábor és Kaufer Virág a 14. paragrafus második bekezdésében a törvény 54. paragrafus 10-es bekezdését a munkahely elfogadás kötelezettségének új feltételével egészítik ki. Ennek alternatívája az ajánlás 28. és 29. pontjában Berta Szilvia javaslata. Először a 27-es pontról döntünk, a bizottságok nem támogatják. Kérem szavazzanak most. 89 igen, 247 nem, nulla tartózkodással, nem ment át a javaslat. Most az ajánlás 28. és 29. pontjáról szavazunk, bizottságok nem támogatják, és önök?
57 igen, 278 nem, 0 tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 30. pontjában Vágó Gábor és Kaufer Virág, a 14. paragrafus második bekezdésben a törvény 54. paragrafus 10b bekezdés A pontjának módosításával a munkahely megfelelőségére vonatkozó egyik feltételt módosítják. A bizottságok nem támogatták, és önök? Igen, 248 nem, 76 tartózkodás, nem ment át a javaslat. Az ajánlás 31-es pontjában Vágó Gábor és Kaufer Virág, a 14. paragrafus második bekezdésében a törvény 54. paragrafus 10c bekezdésének módosításával az önkormányzati jegyzői feladatot terjesztik elő. Ennek alternatívája szerepel a kiegészítő ajánlás 5. pontjában, először a 31-es pontról döntünk most. Kérem szavazzanak. Igen, 249 nem, egy tartózkodással nem ment át a javaslat. Most a kiegészítő ajánlás 5-ös pontjában Berta Szilvia javaslata következik. Jobbik kérésére szavazunk most. 50 igen, 281 nem, egy tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 34-es pontjában Barát Zsolt, a 20. paragrafusban a szociális törvény 33. paragrafus 7. bekezdésének módosításával kötelezővé teszi a jogosultság egyes feltételeinek előírását. A bizottságok nem támogatják, és önök? Az már nem ér. 45 igen, 290 nem, 0 tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 35-ös pontjában Szűcs Erika és mások a 22. paragrafus második bekezdésének elhagyását kezdeményezik. Ez a szociális törvény 37. paragrafusában a rendszeres szociális segély folyosításának és havi összegének megállapítására vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az MSZP kérésére szavazunk most. 46 igen, 248 nem, 43 tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 44-es pontjában Barát Zsolt, a 39. paragrafusban a gyermekvédelmi törvény 139. paragrafus második bekezdés ápontja nyitó szövegének módosításával a nyilvántartást kiterjeszti a kiskorú gondozójának adataira is. A bizottságok nem támogatják, és a ház... 57 igen, 250 nem, 31 tartózkodás, nem ment át a javaslat. Az ajánlás 46-os pontjában Vágó Gábor és Kaufer Virág a 46. paragrafus második bekezdésének elhagyását javasolják. Ez a kormányhivatalokról szóló törvényben a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályával összefüggő rendelkezést tartalmazza. Az LMP kérésére szavazzunk, kérem szavazzanak most. Csak annyit kérem, kinek a javaslatba is kérsz. Jól működik a ház. 13 igen, 248 nem, 74 tartózkodás nem ment át. Az ajánlás 48-as pontjában Szűcs Erika és mások az 52. paragrafus második bekezdésében a szociális törvény hatályát vesztő rendelkezésének körét szűkítik. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak most. 87 igen, 249 nem, 0 tartózkodással nem ment át a javaslat. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az országgyűlés. Én magam is meglepődtem, ha lett volna ilyen, de nincsen. Határozathozatalunk végére értünk. Záró szavazás jövő heti ülésünkön következik majd. Tisztelt országgyűlés!
Soron következik az egyes agrár és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záró vitája és záró szavazása. Az előterjesztés T/34-15-ös számon, az egységes javaslatot pedig T/34-15/9-es számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záró vitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki az elnöki javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel támogasson ebben a fantasztikus többség. Több mint kétharmad. Köszönöm szépen. Egészen biztos, hogy ez szerint megyünk tovább. A záróvitát megnyitom T/34-15/11-es számú ajánlás 1-es, 2-es és 3-as pontjaira. Megkérdezem, hogy ki kíván felszólalni. Szilágyi László képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót a 3-as ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Köszönöm szépen. Tisztelt kormánypárti képviselőtársak, én azt gondoltam, hogy már nem lehet meglepetést okozni ezzel a termékdíj törvénnyel. Ugye számtalan esetben élnek a zárószavazás előtti módosító indítvánnyal. Amit most itt látunk, az egy zárószavazás utáni módosító indítvány. Javaslom, hogy tegyék be a házszabályba, ez egy új intézmény, azt gondolom. Ilyet eddig még nem csináltak, innentől ezt is lehet. Az történt ugyanis, hogy egy héttel ezelőtt elfogadták önök a környezetvédelmi termékdíj törvényt, és már is módosítják egy teljesen más jogszabály keretein belül. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen világcsúcs. Akkor lesöpörték gyakorlatilag tárgyalás nélkül a koherencia zavart módosító indítványaimat. Hát most mégis visszahoztak egyet, én a magam részéről köszönöm szépen, és örülök, hogy belátták azt, hogy azért ilyet mégsem lehet. De közben tovább növelik itt az űrzavart. Ugye a termékdíj törvény rögtön első paragrafusa azt mondja, hogy a csomagolás az, ami termékdíj köteles, és utána pedig egyéb passzusokban növelik az űrzavart azzal kapcsolatban, hogy a csomagolás vagy a csomagoló eszköz lenne itt a termékdíj köteles. Az elfogadott törvény, amit a múlt héten önök megszavaztak, azt mondja, hogy a csomagolást alkotó csomagoló eszköz is termékdíj köteles, és akkor erre most még rátesznek egy lapáttal, hogy a csomagoló eszköznek minősül a csomagoláshoz felhasznált csomagolóanyag és a csomagolási segédanyag is. Ez nagyszerű. Felhívnám a figyelmüket ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Parlament és Tanács irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról az a csomagolásokra terjed ki, és a hatály alá a csomagolások esnek. Nem a csomagoló eszközök, nem a csomagolóanyagok, és nem a csomagolási segédanyagok. Ugyanígy a fogalom meghatározásban, és még mindig az uniós direktíváról beszélek, amit nekünk ugye kötelezően át kell ültetni a jogrendben, azokat a csomagolásokat sújtják ezzel az elvonással, amelyeket használnak. Tehát nem a csomagoló eszközöket, nem a csomagoló anyagokat, és nem a csomagolási segédanyagokat, amiket valaki valahol legyárt, hanem a használt és forgalomba hozott csomagolásokat említi a direktíva. Itt nagyon fontos a használat. Másik, hogy hasznosítási kötelezettségünk a csomagolásra van, nem a csomagoló eszközre, nem a csomagolóanyagra, és nem a csomagolási segédanyagra, és az uniós tagországoknak erre kell kivetni ezt a bizonyos elvonást. Ugyanezt egyébként nagyon szépen átvette a mi 94/2002-es kormányrendeletünk is, mindenhol csomagolásról és csomagolási hulladékról beszél. Ugye itt a csökkenő adminisztráció jegyében most hirtelen egy ilyen kétféle adatszolgáltatással kell majd szembenézni, hiszen az előbb említett kormányrendelet mindenhol a csomagolásról beszél, a csomagolásokról kell bevallást készíteni a főfelügyelőség felé, míg majd a termékdíj törvény értelmében ezután nem csak a csomagolásról, hanem a csomagoló eszközről, a csomagolóanyagról és a csomagolási segédanyagokról is kell bevallást készíteni. Tehát kétfélét, két irányba kétfélét, és ez nem az adminisztráció csökkentésére fog nem az adminisztráció csökkenését fogja elősegíteni. Ugyanígy azért engedjék meg, hogy még egyszer kifejezem, hogy itt megint kétféle mércével vélnek. Van a hazai termék és az uniós termék, és
két különböző típusú elvonás van a kettőre, méghozzá több helyén ennek a törvénynek. Én azt gondolom, hogy ebből még esetleg baj lehet a későbbiekben, és esetleg a jövő héten, amikor még összejövünk, egy zárószavazás utáni módosító indítványt hozzanak ide, amivel ezt a koherencia zavart is kiküszöbölik. Mindenképpen fontos lenne, hogy ezeket a dolgokat kezeljék, mert az nagyon rosszul venné ki magát, ha amikor novemberben, decemberben vagy még később a bizottság kifogást emelne a termékdíj törvény miatt. Ennyit a termékdíj törvényről, és a másik passzus pedig arról vonatkozik itt ebben a zárószavazás előtti módosító indítványban, hogy ugyan még nincsen hamburgeradó, mert csak a jövő héten fogja elfogadni a parlament, de már is befenyítik az egyik piaci szereplőt ezzel kapcsolatban, és már is módosítják a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló jogszabályt egy még nem létező, tehát a parlament által el nem fogadott adófajtával kapcsolatban, a házszabály újbóli megsértésével. Én azt gondolom, hogy ez nem jogalkotási kultúra, és ez semmilyen szempontból nem elfogadható, sem szakmailag, sem pedig a jogalkotás szempontjai szerint. Kérem szépen, ezt kezeljék ezt a problémát. Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkezőt, hogyha nem kívánnak szólni, akkor lezárom a záróvitát. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni. Nem kíván válaszolni az elhangzottakra. Ebben az esetben először a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatait 1-2-3-as pontok szerint, amelyeket az előterjesztő támogat. Kérem, szavazzanak most. ...234 igen, 44 nem, 36 tartózkodás, az országgyűlés támogatta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 3415-ös számú törvényjavaslatot, az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak most. ...275 igen, 41 nem, 0 tartózkodással elfogadták. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A Mezőgazdasági Bizottság önálló indítványát TPER 3649-es számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig TPER 3649/5 és 7-es számon kapták készhez. Megkérdezem Font Sándor urat, bizottsági elnök urat, kíván-e válaszolni a korábbi vitában elhangzottakra? Nem. Akkor a határozathozatal következik. Ajánlás első pontját benyújtói visszavonták, de Gőgő Zoltán és más képviselők sajátjukként fenntartották. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a további benyújtott módosító javaslatokat, amelyeket a kiegészítő ajánlás 1-9-ig terjedő pontjait tartalmazzák, támogatja. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak most. Figyelj már. Most akkor... Jakab Pista kimaradt? Vagy most hogy van? Nem, a rendőr nem tud szavaztatni. Ma jön éjfő után, látom téged. 323, igen, 0 nem, 0 tartózkodás, elfogadták a javaslatot. Tisztelt Országgyűlés, most Gőgő Zoltán és mások által fenntartott javaslatokról döntünk az ajánlás első pontja szerint. Ez jogszabály hivatkozást pontosít a 11. paragrafusban, a Gazdasági Bizottság támogatja, és önök... ...82 igen, 245 nem, 0 tartózkodással nem támogatták. Határozathozatalunk végére értünk, zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Soron következik az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Rogán Antal és Puskás Imre képviselők önálló indítványát TPER 3505-ös, a bizottságok együttes ajánlásait pedig TPER 3505/37 és 47-es számon kapták készhez. Zászló már elhangzott, határozathozatal következik. Földesi Gyula jegyző úr ismerteti a legfontosabbakat. Tisztelt Országgyűlés!
határozathozatal során nem döntünk az ajánlás 24., 27., 29., 30. pontokról, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Ugyancsak nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást az ajánlás 10., 21., 23., 25., 26., 28., 31., 32. és 33. pontja sem, de ezekről a frakciók szavazást kértek. Bejelentem, hogy a gazdasági bizottság ma délutáni ülésén a kiegészítő ajánlás első és 36. pontjait visszavonta. Ez utóbbira figyelemmel tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 1-től 9-ig terjedő pontjait, 13-tól 20-ig terjedő pontjait, 34., 35. és 36. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 2-től 35-ig terjedő pontjait és 37. pontjait támogatják. Ezek közül a Jobbik külön szavazást kért a kiegészítő ajánlás 26. pontjáról. Tisztelt Országgyűlés, most a támogatott indítványokról döntünk. A külön szavazásra kért javaslat kivételével ezek elfogadása kizárja az ajánlás 22-es pontját. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az ajánlás 34., valamint a kiegészítő ajánlás 13-tól 25-ig, valamint 27-től 34-ig terjedő pontjainak elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a támogatott javaslatokról két részletben határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak most! ~250, igen, 75, nem, 12, tartózkodás, elfogadta a ház. Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat a kiegészítő ajánlás 26-os pontja kivételével? Kérem, szavazzanak most! ~249, igen, 73, nem, 14, tartózkodás, átment. Tisztelt Országgyűlés, most a külön szavazásokért javaslatokról döntünk. A kiegészítő ajánlás 26-os pontjában a Gazdasági Bizottság a 63. paragrafus 48-as bekezdésének elhagyását javasolja. Ez a médiatörvény 182. paragrafus C pontjában szereplő felügyeleti jogkört tartalmazza. Az ajánlás 32-es pontjában Novák előd ugyanezt a javaslatot terjeszti elő. A két indítványról ezért együtt döntünk. Mindkét javaslatról a Jobbik kérte a szavazást az indítványok elfogadásához. Az elhagyásra figyelemmel elegendő az egyszerű többség is. Kérem, szavazzanak! ~302, igen, 32, nem, 0, tartózkodással átment a javaslat. Bizottsági állásfoglalásra és frakció kérésre figyelemmel további javaslatokról is döntenünk kell. Az ajánlás 10-es pontjában Baja Ferenc a 13. paragrafusban a hírközlési törvény 35. paragrafusát lefoglalási tilalomra vonatkozó szabályokkal egészíti ki. Az MSZP kérésére szavazunk most. ~80, igen, 253, nem, 0, tartózkodással nem kapott elég szavazatot. Az ajánlás 11. pontjában Román István a 13. paragrafusban az elektronikus hírközlési törvény 40. paragrafus 1-3 bekezdésének módosítását javasolja a hatóság egyeztetési feladataival kapcsolatban. A Gazdasági Bizottság nem támogatja, és önök? ~14, igen, 319, nem, 0, tartózkodással nem támogatták a javaslatot. Az ajánlás 12. pontjában Román István a 13. paragrafusban a törvény 43. és 44. paragrafusában a közlési kötelezettséget tartalmazó rendelkezéseket és a jogorvoslati szabályokat változtatja meg. A Gazdasági Bizottság támogatja. És önök? ~63, igen, 272, nem, 0, tartózkodással nem támogatták
ajánlás 21. pontjában Karácsony Gergely. A 62. paragrafus 6-as bekezdésében a műsorterjesztési törvény 38. paragrafus 1. bekezdésének módosításával a digitális átállás szabályát változtatja, vagy változtatná meg. Az LMP kérésére szavazunk. Most... Nulla tartózkodással nem változtatja meg Karácsony Gergely a javaslat alapján a törvényt. Az ajánlás 23-as pontjában Novák Előd. A 63. paragrafus 5-ös bekezdésében a médiatörvény, 21. paragrafus 1. és 2. bekezdésében a magyar zenei művek arányát kívánja megemelni a műsor időben. Jobbik kérésére szavazunk most. Nulla tartózkodással nem kapott elégséges szavazatot a javaslat. Az ajánlás 25-ös pontjában Novák Előd, valamint Baja Ferenc a 63. paragrafus 37-es bekezdésének elhagyását kezdeményezik. Ez a médiatörvényben kártalanítási szabályokat tartalmaz. A Jobbik és az MSZP kérésére szavazunk. A javaslat elfogadásához az elhagyása figyelemmel elegendő az egyszerű többség. Kérem, szavazzanak most! Nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Az ajánlás 26-os pontjában Karácsony Gergely a 63. paragrafus 37-es bekezdésében, a médiatörvény 113. paragrafus 9-es bekezdésében kártalanítás helyett juttatást kíván biztosítani az elnök és helyettese számára. LMP kérésére szavazunk most. Nulla tartózkodás, nem ment át a javaslat. Az ajánlás 28-as pontjában Baja Ferenc a 63. paragrafus 38-as bekezdésében a médiatörvény, 121. paragrafus 2. bekezdésében a hírközlési tanács véleményezési jogkörét módosítja. A javaslat összefügg a 33-as ponttal, így ezekről együtt a minősített többség szabályai szerint az MSZP kérésére döntünk, szavazzanak most! Nulla tartózkodással nem kapott elégséges szavazatot a javaslat. Az ajánlás 31-es pontjában Karácsony Gergely a 63. paragrafus 42-es bekezdésében a médiatörvény 136. paragrafus 16-os bekezdésének kiegészítésével közzétételi kötelezettséget terjeszt elő. LMP kérésére szavazunk most. Nulla tartózkodással nem ment át a javaslat. Gondolom nincsen senkinek olyan tudomása, hogy valamiről nem döntöttünk, amiről kellett volna döntenünk. Hogyha nem jelentkeznek, akkor a határozatok végére értünk. Záró szavazásra jövő heti ülésünkön kerítünk majd sort. A közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozatozataláról külön forgatókönyv készül. Ezt nem az önök számára, hanem nekem írták ide. Vissza is adom főtitkár helyettes úrnak. És akkor most következik a közbeszerzésekről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/3502-es számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/3502/126-os, T/3502/134-es számokon kapták készhez. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztéshez számos módosítójavaslat érkezett, ezért a szavazási eljárás megkönnyítése, áttekinthetősége érdekében az Országgyűlés főtitkára tájékoztatást adott ki T/3502/136-os számon. Tisztelt Országgyűlés, emlékeztetem Önöket, hogy az előterjesztői zászló már elhangzott.